Mindenki örömmel fogadta, hogy a kistérségi egészségügyi központ átadásával városunk egészségügyi képességei magasabb szintre emelkedtek. A jövőbeni működtetéssel kapcsolatban azonban már akkor is megfogalmazódtak bizonyos kételyek és félelmek. Hogy ezek mennyire voltak megalapozottak, arra csak az első gazdasági év kiértékelése adhatott választ. Az elmúlt évben 9 hónapot működött a szakrendelő. Az év első hónapjai az előkészítésről szóltak, és április 1-től megindultak a szakrendelések. Azt mondhatom, hogy sikerült a személyi feltételeket teljesíteni, tehát azt hiszem, hogy nagyon jó orvosokat sikerült szerződtetnünk, a szakdolgozók pedig helyben rendelkezésre álltak, ugye átvettük őket az előző intézménytől. Elmondhatom, hogy a működés folyamatosan egyre jobb és jobb lett, a betegek is egyre nagyobb számban keresték föl intézményünket, és a visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy meg vannak elégedve az ellátással, mint pedig a körülményekkel. Nyilván azzal kapcsolatban is vannak visszajelzései, hogy a szakorvosok hogyan érzik magukat, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. A visszajelzésem szerint a szakorvosok jól érzik itt magukat. Azokkal dolgozunk ma is együtt, akikkel áprilistól kezdtünk. Minden szakrendelésünkön van szakorvos, és minden hozzánk forduló beteget rövid határidőn belül el tudunk látni. A gazdasági szempontból pénzügyi források nélkül kellett először munkatársakat toborozni, majd április 1-én az OEP-pel kötött szerződés követően már az OEP bevételre biztosan számíthatunk. Ami sajnos a szerződésünk szerint egy nagyon alacsony kapacitást mutatott. Ez a kapacitás, ez már a második hónapban kiderült, hogy tényleg nagyon alacsony, hiszen valóságban 150%-ra teljesítettük ezt a kapacitást. Éppen ezért júniustól folyamatosan havonta levélben fordultam az egészségügyi államtitkársághoz, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, hogy ezt az alacsony kapacitást látva és alátámasztva a teljesítési mutatókkal emeljék meg a intézményünk számára. A kapacitás emelés végül is októberben realizálódott nagy örömünkre, augusztusra visszamenőleg. Tehát azt mondhatom ma már el, hogy augusztustól egy folyamatosan növekvő kapacitás mennyiséggel tudtunk számolni, és még nagyobb örömünk az volt, amikor megkaptuk az erre az évre szóló kapacitás mennyiségünket, ami már egy nagyon szép bevételt fog erre az évre nekünk eredményezni. Akkor elmondhatjuk, hogy biztosított erre az évbe is a intézmény működése. Reméljük, igen, ez az OEP-től kapott forint, ez még azért nem lesz elég a havi működés 100%-ához, tehát még mindig szükségünk lesz a minket fenntartó önkormányzatok támogatására, de lényegesen kisebb mértékben, mint az előző évben. Ennek az egészségügyi központnak a működéséhez, működtetéséhez létrejött kistérségi társulás mennyire váltotta be azokat az elképzeléseket, amivel számoltak ennek a tervnek a kezdetén? Tehát támogatást kaptunk Elcsitől elsősorban, sőt tőlük többet is, mint amennyit nekik a szerződés szerint támogatni kellett. Baracskától és Kajászótól kaptunk még támogatást, nem abban a nagyságrendben, ahogy ez a szerződés szerint kellene, de hát a tervezésükben miután nem szerepelt, ezért egyelőre ennyivel tudtak támogatni. Mennyire fenntartható az a színvonal, amelyiket sikerült elérni az első évben? Én remélem, hogy a színvonalat azt mindenképpen tartani tudjuk, sőt, amennyiben lehetséges még emelni is. Ezen kívül most már lesz majd időnk és energiánk a prevencióval, tehát a megelőzéssel is foglalkozni, mert ez is az uniós pályázati feltételek közé tartozó feladat, és szeretnénk különböző szűréseket és egészségnapokat szervezni.